dr. Fölik Róbert dandártábornok lesz vendéglátónk, nem csak a közelgő Tisza B'Avról, hanem a mindennapokról is kérdezzük majd. Tartsanak velem! Mi is az a Tisza B'Av? Mit kell, hogy tudjunk erről a 20. illetve a 21. században? Meglepő módon a 21. században ugyanezt kell róla tudni, mint mondjuk a 3. században. Ugye Tisza B'Av, Tisza B'Av, Tisza B'Av, kinek hogy szimpatikus, az első és a második jeruzsálemi szentély pusztulásának az emléknapja. A tradíció szerint 4 különböző tragédia történt ezen a napon, időrendi sorrendben a következő, hogy amikor Mózes elküldi a kémeket, hogy kikémleljék Kánaán földjét, akkor a kémek visszajönnek, és egekig magasztalják az országot, de hozzáteszik, hogy nem leszünk mi képesek elfoglalni. Csak a nép kétségbe esik, sírni kezd, visszavágyódik Egyiptomba, és Isten azt mondja, hogy rendben van, most sírtok, amikor nincs rá okotok, na majd leszokotok sírni ezen a napon, mert most eldöntöttem, hogy ez a nemzedék nem megy be Kánaánba, és ez a nap a hagyomány szerint Ávhó 9-e Tisza B'Av volt. Ugye ezen a napon pusztult el az első jeruzsálemi szentély, ezen a napon pusztult el a második jeruzsálemi szentély, a kettő között mintegy 1500 év differenciával, és végezetül a Bar Kokhba szabadságharc utolsó bástyája, Bétár erődje ezen a napon esett el. Nem illik egy tábornok rabbit megszakítani, de muszáj. Főrabbi úr, beszéltünk az első szentélyről, második szentélyről. Nézőinket feledkép érdekli, hogy mi van a harmadik szentéllyel akkor. Hát az majd föl fog épülni. Mikor? Hol? Majd a Jeruzsálemben, ha eljött a messiás, és megoldották az Al-Aqsa mecset problematikáját, mert gondolom, hogy ez lett volna a következő kérdés. Ön akkor távolban látó. Akkor folytassuk tovább. Jó, szóval ez a 4 hagyományos alapja annak, hogy Tisza B'Av egy gyásznap, egy böjtnap. Ugye Tisza B'Avot megelőzi az úgynevezett Bénhamcerim, a Dreivochen, a gyászos 3 hét, ami Sivószörbe Tamiz, Tamuszhó 17-én kezdődik, és egészen Tisza B'Avig tart. Ez a 3 hét tulajdonképpen egy gyász időszak. Ilyenkor nem rendezünk ünnepségeket, nem tartunk esküvőt, nem rendezünk happeningeket, bulikat. Ez egy egyre fokozódó gyász időszak az életünknek, olyannyira, hogy Rosh Chodesh Avtól, tehát Av hónap újholdjától egészen Tisza B'Av utáni napig nem eszünk húst, nem iszunk bort. A szombat, ugye, ami óhatatlanul belesik, ez alól természetesen kivétel. Praktikusan ennyi, amit a Dreivochenről, illetve Tisza B'Avról magáról tudni kell. Most mit csinálunk Tisza B'Avkor? Ugye ez egy böjt nap, mint említettük, mégpedig a másik olyan böjt, ami este kezdődik és este ér véget, az első értelemszerűen Jom Kippur, az engesztelés napja. Ugyanazok a törvények érvényesek rá, mint Jom Kippurra. Nincs evés, nincs ivás, nem lehet mosakodni, nem lehet dezodorálni magunkat, a hölgyek nem használhatnak semmiféle make-upot, festéket, illetőleg nem lehet bőrcipőt hordani, és nem lehet házas életet élni ezen a napon. Egy nagy különbség van, miután Tisza B'Av nem található meg a Tórában, így nincs munkavégzési tilalom. Így még nehezebb böjtölni viszont. Nehezebb böjtölni. Cserébe némi könnyebbséget ad, hogy dohányozni lehet. Volt egy öreg zsidó, aki azt mondta, hogy a Tisza B'Av nem is igazi böjt, mert lehet dohányozni. Beszélünk Tisza B'Avról, beszélünk arról, hogy ön egy nyugalmazott tábornok. Egy tábornoknak paszkenolni kell tudni napjainkba, hisz ezekben a percekben tűzszünet ide vagy tűzszünet oda, a felvétel a hét elején készül, adásba leszünk vasárnap, de úgy tűnik, hogy hosszantartóan zuhog a rakéta eső. Mit tud mondani azokért a katonákért, mit tud nézőinknek mondani a Halakhával, Tisza B'Avval és az izraeli hadsereggel kapcsolatban, hisz mindez aktuális. A nézőknek sok mindent tudnék mondani, a Cahal katonáinak semmit. Létezik ugyanis Izraelben katonai rabbinátus, a Cahal katonái odafordulnak az ő különböző vallási kérdéseikkel, erre én nem vagyok hivatott válaszolni.
A mi nézőinknek csak azt tudom mondani, amit itt a templomban mondok a híveknek. Imádkozunk Lishloma Medina az állam békéjéért. Imádkozunk azért, hogy ne legyenek áldozatok, ne legyenek ártatlan áldozatok egyik oldalon sem. Ugye a zsidóság arról híres, hogy a legnagyobb ünnepén, Jom Kippurkor, az engesztelés napján nem csak önmagáért, az egész világért imádkozik. A zsidó szellemiség nem engedi meg, hogy ne fohászkodjunk az Istenhez az életek védelmében, független attól, hogy ezek zsidó vagy nem zsidó életek. De még hagyj térjünk vissza Tisza B'Avra. Ugye az idén, ez jövő héten kedden lesz, ugye amikor adásba kerül vasárnap a felvétel, rá következő nap, hétfő este 8:45-kor kezdődik a böjt, és másnap este 3:09-ig tart. A bejövetelekor este a templomban már eltávolítunk minden díszt, alacsony székekre, földre ülünk, levesszük a cipőnket, ugye ez is a gyász jele, Jeremiás hiralmait olvassuk föl, gyász zsoltárokat olvasunk, gyász énekeket mondunk. Másnap reggel az egyetlen olyan hétköznap az évben, amikor nem veszünk föl tfilint és taliszt, imasálat és imaszíjakat, hiszen ezek is egyfajta dísznek minősülnek, és ezen a napon semmilyen díszt nem öltünk magunkra. Ezt azért délután pótoljuk, mert azért tfilint föl kell venni. De reggel ugyanúgy alacsony széken vagy földön ülünk cipő nélkül, és ezért kinajszokat, ilyen gyász verseket mondunk, és itt kapcsolódok vissza a munkatilalomra. Egyes helyeken egészen délig, fél egyig mondják ezeket a gyászverseket, mert azért mégsem dolgozunk ezen a napon. Az árkádok mellett találhatunk egy temetőt, egy alkalom szülötte temetőt, amit ön úgy döntött munkatársaival, hogy elég volt a szégyenből, rendbehoz. Erről, ha tudna beszélni nekünk. Hát először a temető. A temető egy nagyon különleges dolog. Zsinagóga mellett nem szokott temető állni. Ugye 1944 telén itt volt a gettó, és a gettó áldozatait 45 elején két helyre temették tömegsírba. Egyrészt a Klauzál térre, másrészt pedig ide a templomnak a kertjébe. A felszabadulás után a Klauzál térről exhumálták a halottakat, és átvitték őket a Kozmoncai zsidó temetőbe. Azokat a halottakat azonban, akiket itt temettek el a templom kertjében, azokat nem lehetett exhumálni, hiszen zsidó tulajdonú földben nyugszanak, zsidó sírban nyugszanak, és nem lehet egy halottat egy zsidó temetőből kiemelni, csak akkor, hogyha a temetőt megszüntetik, vagy hogyha a halottat át akarják vinni Izraelbe. Tehát itt maradt a temető a templom mellett. Az elmúlt néhány évtized során a temető borzasztó elhanyagolt állapotban volt. Időről időre voltak rajta ilyen szépségflastromok, de méltatlan volt már az egész. És amikor a Holocaust 70 kapcsán ugye lehetett pályázni a civil alaphoz, akkor a Dohány utcai zsinagóg alapítvány, és különösképp az alapítvány elnöke Nádel Tamás, akinek az érdemeit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Mind a temető, mind pedig a templom karbantartása, felújítása, a templom életének a rendbetétele és folyamatosságának biztosítása során úgy döntött, hogy megpályázza a civil alaptól a temető felújítására szükséges összeget. Nyertünk is egy elég tekintélyes summát. Aztán jött az elátkozott emlékmű, aztán jött a Sorsokháza, aztán jött Szakály Sándor, és az alapítvány volt talán a második, amelyik azt mondta, hogy köszönjük szépen, de ettől a kormánytól ez a pénz nekünk nem kell. Mozgósítottunk minden létező tartalékunkat, pénzt kunyeráltunk, snaroltunk, ahogy ezt pestiesen mondják, és annyi pénzt összetudtunk szedni, hogy ha nem is a teljes tervünket hajtottuk végre, de a temetőt végre rendbe tudtuk hozni, méltóvá tudtuk tenni a mártírokhoz.
Ennyi a története a temetőnek.